kezdem a nyullal. Természetesen azt elmondjuk, hogy Pisti előkészült, és vannak fázisaink, mert ez egy hosszabb folyamat. Magának az átnak a fő motivuma maga, amit betöltjük, ez a oldalas része. Szépen így kiterítjük. Ez lesz a burok. Ez lesz a burok, így van. Ez az első rész, a második része azt most lefogom a vakuterén, a másik része pedig lesz benne a rész, amit most szépen darabos felfogok, így van, darabolni. Egy kis só és frissen őrölt bors. Így van, és ezt tesszük hozzá majd. A tejszínt. Tehát ezt addig kuttereljük, amíg nem lesz teljesen így krémes. Így van, ez egy krémes. Tehát egy ilyen krémes állagot így kell kapnunk, mint ez. Ez még elbír egy kicsit, szóval nekünk tényleg... Apránként adjuk a tejszínt. Én apránként szoktam hozzáadni, mert ez is olyan dolog, hogy ki lehetne mérni előre, de én azt gondolom, hogy az ember a személynek így jön is nála. Igen. A recept. Ezt fogom, ezt átpasszírozom, és akkor fogom megkapni ezt az állagot. Tehát egy szitán? Szitán át kell, igen, passzírozni. Igazi így krém van, kell. Így van, krém kell nekünk. Szerintem itt, most ne passzírozzuk jó, át, mert itt van átpasszírozva, de otthon, hogyha készítik, akkor passzírozzák. Igazán most csak itt a metodikáját próbált megmutatni, hogy a dolog ez hogy tud működni. És akkor ezt a pürét szépen így rákenjük így a húsra. Közben a vékony szeletekre vágott májat rárétegeztet, kapott egy kis sót, friss borsot. Így van, és akkor innentől fog jönni az a része, hogy kialakítjuk a henger részét. Ez nem jön bele? Bocsánat, igazad van, de jó, hogy mondtad, ezt most simán kis hagytam volna belőle. Most megpróbáljuk szépen csengeri formázni. És akkor ezt úgy nem lehet, hogy teszünk vizet alá és alacsony hőn a sütőben? Úgy is lehet, hogy beforgatjuk a sütőpapírban, aztán alufóliában, és utána a dolgot ezt szépen elkezdjük alacsony hőfokon párolni. Gőzzel is lehet. Mit rámegyünk erre az üzembiztos verzióra. Én azon a pont az ilyen húsoknál jó a szovid. Belkózacskóba tesszük be. És hány fokon? Ezt mi 55 fokon szoktuk elkészíteni. 55. Uh-huh. Szúrunk bele egy maghőmérőt, és 55 fok maghőmérsékletig készítjük el. Uh-huh. Mondhatni, nem a idő dönti el, hanem maga a hús dönti el, hogy mikor van mikor készen. Mikor a közepe is 55 fokos, akkor készen van, és ott le is kell egyből hűteni. Uh-huh. Van egy ilyen húsunk, amire van vákumozva, elkészítettük, és innentől jön majd a következő fázis. Ehhez viszont most ugrunk egyet, mert van egy ugyanilyen, ami kész van. Akkor pedig a lépés, hogy elkészítjük a köretét, csinálunk egy ilyen zöldborsó levest, vagy hívjuk zöldborsó víznek, ami egy ilyen sokkal hígabb történet, mint egy zöldborsó leves, de ugyanaz íznek kell majd visszajönnie, csak ez a sokkal lágyabb, hígabb verziót fogjuk elkészíteni. Használjunk egy jó csirke alaplevet, ezt szépen felforraljuk. Picit bezöldségeljük ezt a levet. Zellerszár, hagymaszár. Hagymaszár, ezt nem is kell sokáig főzni. Én hiszek abban, a zöldséget ne főzzük sokáig. Pláne ezeket a típusú zöldségeket, hanem az a lényege, hogy egy friss ízt kapjon meg. Bele a hagyma, és igazából itt teszünk bele borsót. 2-3-4 perces főzéssel. Annyit fogod főzni? Így van, de a zöldborsó íz. Aha. Jön ki belőle. És mi lesz azzal ilyenkor egy étteremben, ami így leszűröd ezt a zöldséget? Ezt mire tudjátok még használni? Beteszem egy aszalóba, és ebből lesz, tudok csinálni egy zöldborsó homokot vagy port, és akkor ez fel tudom még használni még leszorni. Mert hogy ugye a mai modern konyha művészet lényege, hogy takarékoskodj az alapanyaggal. És tényleg 3 perc volt, viszont olyan illata van. Tavasz illat, tavasz, ez egyértelmű. Így van, így van.
Én még azt is el tudnám képzelni itthoni konyhában, hogy most ezt egy kis vajon, egy kis petrezselyemmel fokhagymával. Sőt, ezt mi most fel is fogjuk használni, megcsináljuk magát az utolsó leves részét, aha, amiben nekünk lesz még barátunk majd még a spenolt, hogy azért a zöld szín ott legyen. Betesszük egy zöldborsó csirát. És ezt beletúrni szólod? Ezt bele fogunk túrni szólni, igen. Az a lényege, hogy ez nem szabad nagyon 50 fok fölé vinni, hogy pontosan ezek a lágy ízek, ezek ne tűnnek el. Igen. Jó, akkor teszek ebből a lébből bele. Tulajdonképpen ami eszembe jut mindig arról, amit te varázsolsz, hogy bátran kreatívan a konyhában. Miért is ne? Vagy miért ne legyünk kreatívak, vagy miért ne lehetnénk bátrak? Tettél ugye ebből a borsóból új hagymaszárból bele, tettél bele spenótot. Ezt még picit később teszem bele, hogy minél kevesebbet érje hő, mert ez nagyon, nagyon érzékeny. Sót tettem bele, snidlinget. Snidlinget, így van. De friss ízek miatt teszek bele turbaját, azt nagyon fogja szeretni. Tehát jól leturmixoljuk. Megszűjük és átszűrjük ezt az egészet, mondhatni, most kapunk egy krémlevest, de ez a dologban nincs tejtermék, és nem is lesz. És ezért hígabb. Hígabb. Jó, és akkor meg vagyunk ezzel a lével. Innentől nincs más dolgunk, mint hogy a magát a nyulat. Összeleteljük, picit átpirítsuk, uh-huh, és a köret részét összerakjuk. Tehát most szeleteled, és úgy még rápirítasz. Így van. Uh-huh. Júj, de szép! Itt van a mi jó tekercsünk. Azt nézem, hogy a bárány is megsült. Még ezt még simán tudjuk pihentetni. Ha azt gondolod, hogy ez készen van, akkor ezt én inkább félre rakom. Kapjuk ki a bárányt, hozok egy tányért. Ez egy kikapós bárány lesz. Kikapós. És hát jó? Természetesen én soha nem tállalok, ha itt a Pisti. Na hát ez feladat lesz két ezzel, hogy... Egy párán jól lakunk, nem? Azt hiszem. Ú, milyen jó talán. Édeskés. Cifrai úrnak nagyon köszönjük. És akkor a kertedből? Igen, hát az üvegházból. És rajta hagyod a gyökerét? De jó ötlet. Szerintem egy fekete tányra lehet, hogy ez így, aha, nem mutat rosszul, mert picit így... Nagyon jó ötlet. Ad neki egy kicsi... Izgalmas. Ürete, az meg is van a töltelékén, azt gondolom. Ugye? Ebben még gyönyörködjünk, együnk. Ebből együnk? Nézd, itt ezt a részt néztem ki magunknak. Hála ide nekünk erre a gyönyörű, tiszta, másik fekete, igen, felület. Figyelj, vajpuha. Azért ez a bárány nem akármilyen minőség. Nem sok a sáfrány? Abszolút nem sok sáfrány van. Ez azonban pont. Pont jó, jól van. És nincs rajta csak só, meg a töltelék. Szóval, hogy megint ez a húsért van ez a recept. Én elájulok mindig, amikor régi receptet próbálunk újra, és ennyire tiszta íz, amit találunk. Ez minden, abszolút működik, ez. Igen. Legyen van. Fejezzük be, jó, a tiédet. Kezdjük a dolgot, lesz majd körete, borsó, spárga, kicsi pálcolt. Na jó, de nem akármilyen borsó, hámozott. Ez meg van hámozva, igen, ezt mi azt gondolom, hogy azért lágyabb az íze. Jó, hát ehhez rabszolgatartás kell, ne haragudj, hogy a borsó meghámoz. Így van, ez pont így van. Úgyhogy, egyébként, hogyha forró vízbe kerül, és nem főzzük túl, akkor azért könnyen ki lehet nyomni belőle, lesz, szóval azért nem akkora munka. Nem kicsi, de azt gondolom, hogy ez hát csak nem szapora. Nem, de hát ez nem is arról szól. Igen. Odáig nem menjünk el, hogy a mágszemet is meghámozzuk. Jó, nem. Jó? Nem megyünk el. Én nem tudom, mert remélhetően, hogy gyorsan fog menni a dolog. Uh-huh. Egyszer sütünk egy nyulat, igen, egyszer pirítunk majd a köretet. Kicsit én meleg salátaszerűen fogom a dolgot kezelni. Uh-huh. Nem baj, az nekünk az... Kis karamellás. Barna vajat szeretjük, azon sosem semmi baj. Kicsit rákaramezálódik, és ez ideig el van. Egyszer. Úgyhogy csak picit melegítjük meg, éppen, hogy langyosnak kell lennie. Itt már rá is dobom. Sárga, hámozott borsó, kis savanyú, gyöngyhagyma. És én ezt azt szoktam csinálni, hogy ezt beteszem ebbe, és még így melegen. Jön rá az olaj, zöld olaj, nem is kevés. Bors, ugye tettünk a levesbe is, akkor ide is teszünk rá turbolyából. Kis nidling.
És igazából csináltunk egy ilyen nagyon intenzív fűszeres zöldet. Te és ebbe tálalsz? Őbe fogom betenni majd a levet. Abban lesz a leves? Ezt majd ki fogom önteni, de azt gondolom, hogy így. Így viszitek az asztalra. Így van. Az a baj, hogy ez annyira gyönyörű, hogy nem tudom, milyen jelzőt használjak rá. Tehát egyszerűen lenyűgöző, ahogy kinéz. Ami még nagyon jó, hogy mégiscsak azt gondolom, hogy ezt otthon is el lehet készíteni. Szerintem igen, megéri szerintem. Ez úgy tavasz, nem? Olyan kicsit olyan... Atyaisten, milyen. Na ez, amit mondtál az elején, hogy úgy nagyon erősen érezni kell az ízt. Ez most megvan. Zseniális. Most a máj egy krém lett benne. Hát igen, ez a szogidnak a hazománya. Azt a de jó. És én ne haragudj, nem tudok új jelzőt mondani. Szóval egyszerűen csak szerelmes vagyok abban, amit csinálsz. Na, szóval ez nem lehet jobban, szebben. Tudom, hogy téged nem érdekel, de neked kijárna egy következő csillag. Nagyon. Én azt gondolom, hogy ez a csillag dolog, ez egy... Nem érdekel téged, igen. Tudom. De az, hogy olyat csinálni, hogy te örülj, mi is örüljünk, hogy ezt csinálhatjuk, szerintem ez sokkal fontosabb benne. Pont ezért csináljuk. Pont ez a lényeg. Nagyon jó dolgok a csillagok, tényleg ne vegyük el az értékét, de szerintem ez sokkal jobb, ez a közös öröm, ez szerintem sokkal többet ér. Kellemes ünnepeket!